Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Más Attila vagyok. Június 28-a Irén és Levente napja van. 106 éve a mai napon Gavrilo Princip meggyilkolta Ferenc Ferdinánd osztrák-magyar trónörököst, ami ürügyként szolgált az első világháború kirobbantásához. 308 éve a mai napon született meg Jean-Jacques Rousseau, svájci, francia filozófus, író és zeneszerző. Műsorunk elején jöjjenek a nap kiemelt hírei egy-egy mondatban. Sárga riasztás volt érvényben, ma Szerbia szerte a magas hőmérséklet miatt megteltek a strandok és a népszerű kirándulóhelyek. Az elmúlt napokban jelentősen megugrott a koronavírussal fertőzöttek száma Szerbiában. Tegnap óta 254 új koronavírusos beteget regisztráltak. Tűzgyújtással ünnepelték a nyári napfordulót a Banati Muzsján. Családi napot tartottak ma délelőtt Kishegyesen. Tombol a kánikula, megteltek a strandok és a népszerű kirándulóhelyeket is, sokan felkeresték. Most sárga riasztás volt érvényben Szerbia szerte a magas hőmérséklet értékek miatt. Az UV index értékek az elkövetkező napokban is magasak lesznek. Az előző napokhoz hasonlóan ma is tombolt a forróság, így sokan ezt ki is használták és ellátogattak a Topolyai tóhoz, ahol élvezték a tó meleg vizét, mindegyaránt kicsik és nagyok, sőt, emellett sütkérezés és bográcsfőzés is zajlott. Sokan kihasználták az első igazi nyári hétvégét. Többen a Topolyai tónál hűsöltek, amihez hozzájárult az ideális vízhőmérséklet. A forróság az előttünk álló hét közepéig kitart. A maximumok elérhetik akár a 35 fokot is. A Topolyai Petőfi Sándor cserkés csapat táborában résztvevő gyerekek is kilátogattak a tóhoz, hogy csobbanjanak egyet a vízben. Jó, nagyon jó. Örülök, hogy már végre nyár van. És nagyon megvicceltük a vezetőt is. Úgy, hogy lemerült, és a lába az fönt volt, és azt hitték, hogy valaki le akarta, mint a cápa megfogta volna a lábát. És milyen volt a vízbe? Nagyon jó. Fürdöttünk, és úsztunk, és játszottunk. Mit játszottatok? Fogócskát. Csapadékra elvétve helyenként lehet számítani, de számottevő mennyiség nem várható az elkövetkező napokban. Csütörtöktől tarkíthatják gomoly felhők az eget. Pénteken már mennydörgés és villámlás is előfordulhat, viszont ennek ellenére is marad a 30-31 fokos hőmérséklet. Nagyon-nagyon élvezzük ezt a mai napot, így, hogy ennyire meleg van, és hogy ez a pár nap alatt föl is forrósodtunk, úgyhogy a gyerekeknek szerintem ettől nagyobb örömet nem is okozhatunk, mint hogy fürödhetnek, és élvezhetik ezt a jó vizet. Árnyékos helyeken izzott a parázs, a bográcsokban csirke és marha főtt, de rostélyhúsok illata is belengte a tópartot és környékét. Amint beköszönt a meleg idő, minden nap ellátogat Topolyára egy verbászi társaság. Elmondásuk szerint csak itt tudják leküzdeni a forróságot. Zadovoljan sem, što tiče svega, higijena na nivou, sve čisto, uredno, voda perfektna, druga kategorija, pošto ovi sa zobnatice što rade, pa nam kažu tu da je čista voda za kupanje, topla je. Az extrém erős UV-sugárzás miatt lehetőség szerint kerüljük a napozást a déli órákban. Fokozottan védekezzünk a napsugárzás által okozott leégés ellen. Amennyiben lehetséges, napközben 11 és 15 óra között kerüljük a napozást. Vállattakaró póló, szalmakalap, illetve fényvédőkrém használata mindenképpen javasolt. Szerbiában az elmúlt 24 órában 254 új koronavírusos beteget regisztráltak, hárman pedig belehaltak a betegség szövődményeibe. Egy nap alatt csak nem 5000 tesztet végeztek el a szakemberek, jelenleg 31 páciens szorul lélegeztetőgépre. A halálozási arány 1,92%, eddig összesen 270 halálos áldozata van a koronavírusnak. Járvány kezdete óta 14.046 esetet regisztráltak Szerbiában.
Az elmúlt napokban jelentősen megugrott a koronavírussal fertőzöttek száma Szerbiában, ezért a járványügyi szakemberek arra kérik a szerbiai lakosokat, hogy viseljenek védőmaszkot és figyeljenek a távolságtartásra. Hétfőn összeül az illetékes válságstáb, és vélhetően meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek a lakosság védelmét biztosítják, mondta ma a munkaügyi miniszter. Az elmúlt egy hét alatt több szerbiai településen is korlátozó intézkedéseket vezettek be, ilyen például Tutin, Novi Pazar és Kragujevac. Kragujevacon a járvány kezdete óta egyébként összesen 222 fertőzött szemét regisztráltak. A legtöbb fertőzött jelenleg a 17 és 35 év közötti korosztályból kerül ki, ennek pedig a számos összejövetel az oka. Csak azokon végzik el a koronavírus tesztet, akiknek tüneteik vannak, hangzott el a szerbiai RTV mai műsorában. Ez azt jelenti, hogy akinek 38 fok feletti láza van, illetve nem érzi a szagokat és az ízeket, tesztelhető. Azokon viszont, akikkel kapcsolatban volt a tüneteket produkáló személy, már nem végzik el a tesztelést. Ha ezeket a tüneteket, illetve fáradékonyságot, izomfájdalmat érzünk magunkon, maradjunk otthon és hívjuk fel a legközelebbi COVID rendelőt. Tovább árad a Tisza Zentánál, a vízszint elérte az 510 cm-t, és a következő napokban tovább emelkedhet, olvasható a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet honlapján. Az árhullám oka, hogy kiadós csapadékmennyiség hullott az elmúlt időben a Tisza vízgyűjtő területén. Ez a fürdőzőknek sem jó hír, egyrészt erős a sodrás, emiatt pedig sok szemét és foág gyűlem lett össze. Az előrejelzések szerint a jövő hét második felétől ismét esős napok várhatóak. Javában zajlik az árparratás a Vajdaságban, a hozam változó, 2 és 4 tonna között alakul hektáronként. A legtöbb helyen egyelőre 15 dinárt fizetnek az árpa kilójáért, írja a vajdasági közmédia. Egyes gazdák már megkezdték a búza betakarítását is, de a legtöbb helyen a régi szokás szerint holnap, azaz Péter Pál napján indul az aratás. Jelenleg 17-18 dinárt ígérnek a kenyérgabona kilogramjáért, viszont a termelők azt mondják, hogy még a 20 dináros összeg is csak a pozitív nullát szavatolná. Szerintük a 22 dináros felvásárlási ár lenne gazdaságilag kifizetődő. 3 és 6 tonna közötti búzahozam várható, az átlag mintegy 4,5 tonna körül lesz. Körülbelül 2,5 millió tonna termésre lehet számítani. Kelendő a friss burgonya a piacon, egy hónappal ezelőtt még borsos ára volt, már kilója 100 dinár alatt van. A gazdálkodók igyekeznek korai termesztéssel nagyobb jövedelemre szert tenni, a beruházás ugyanis igencsak költséges. Méretesre nőtt a burgonya Bakos Ottó Péter révei gazda parcelláján. Több fajtát iktatott a vetésszerkezetbe. Öntözéssel sikerült eredményesen termelni. A friss árút a piacon adja el. Vannak fajták, amik nagyon jót mutatnak, vannak, amelyiket közepesek. Én szeretnék kísérletezni több fajtával, minden fajtát kipróbálok. Nem mindegyik marad, még éveken át a termelésben állunk. Volt, ami például tavaly nagyon jót mutatkozott, az idén gyakorlatilag semmi. Tehát én azokat a fajtákat szeretem, amit ugye minimum 2 szezonon köröztül el tudok ültetni, mivel Hollandiából szerezzük be a vetőmagot, ami egyébként nagyon drága, tehát 1,15 €, és akkor legalább még egyszer, hogy el tudjuk ültetni. Horváth Dezső a késői vetésű termelés híve. Szerinte lefelé ível a burgonya termesztés, mert a nagybani ár alig fedi a termelési költségeket. Valamikor 9 hektáron termelt, ez most 1 hektárra zsugorodott. Először is az eladással vannak problémák, tehát a terem akkor nem tudjuk eladni, meg a zárral, meg a kifizetődéséggel, mert nem tartom reálisnak, hogy az állam támogassa 1 hektár buzára 4000 dinárt, meg 1 hektár krumplira is 4000 dinár állami támogatást adnak, tehát ez gondolom nyugati országokban még másfelé külön kategóriába tartozik, és maga ez a 30 dináros ár, ez már 90-es évek óta ennyi, és ebben nem lehet most már beleférni. A Péter évei gazdák a szakaszos vetéssel termelnek folyamatosan friss árut a piacra. A Tisza közelségének köszönhetően könnyen meg tudják oldani az öntözést, de azt szeretnék, ha határban áram segítségével tudnának öntözni, mert így a költségek is legalább a felére csökkennének, és jövedelemre is szert tehetnének.
Mindössze 4 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, ezzel 4142 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma Magyarországon. 3 beteg hunyt el, így a járvány megjelenése óta 581-en veszítették életüket az országban. A gyógyultak száma 2685, 172 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 9-en vannak lélegeztetőgépen. Átlépte az azonosítottan koronavírussal fertőzöttek száma a 10.110.000-et a világban, a halálos áldozatok száma csaknem 502.000, a gyógyultaké pedig mintegy 5,5 millió. A betegség továbbra is az Egyesült Államokat sújtja leginkább, ahol megközelítőleg 2.600.000 a fertőzöttek száma, 128.000-en haltak meg, több mint 1 millióan pedig meggyógyultak. Másik 2 leginkább érintett ország jelenleg Brazília és Oroszország, de Indiában is meghaladta már a 500.000-t a fertőzöttek száma. Ugyanakkor az elmúlt napokban Európában is emelkedni kezdtek a számok. Az Európai Bizottság közreműködésével szervezett online adományozói konferencián 6,16 milliárd euró gyűlt össze a koronavírus elleni oltóanyagra. A bizottság 4,9 milliárd eurós felajánlását a rendezvény fővédnökeként Ursula von der Leyen elnök jelentette be, aki egyben azt mondta, az Európai Unió teljes mértékben elkötelezett amellett, hogy az emberiség a lehető leghamarabb megfizethető oltóanyaghoz jusson. Angela Merkel német kancellár azt mondta, hogy Németország 383 millió eurót adományoz a cél eléréséhez. Azonban hozzáfűzte, hogy az erőfeszítéseket tovább kell folytatni. Az adománygyűjtéshez az Európai Unió után az Egyesült Államok járult hozzá a legnagyobb összeggel, 545 millió amerikai dollárral. A szerb kormány 100.000 euróval támogatja a kezdeményezést. Nézzük, mivel foglalkozunk még a híradó folytatásában. Ma van Szent Vid napja, a szerb nemzet egyik legjelentősebb és legrégebbi ünnepe. Szeptemberre halasztották a francia nyílt teniszbajnokságot, a Wimbledoni tornát törölték, a US Open pedig a tervek szerint augusztus 31-én kezdődik. A Vid napi központi ünnepséget Krusevácon tartották, ma a város Stefan Lazarevic despota szobrával lett gazdagabb. A Rigomezei csata 631. évfordulója alkalmából Zoran Gyorgyevic munkaügyi miniszter helyezte el az emlékezés koszorúit a szerb kormány nevében. Nagy kihívások álltak és állnak most is a szerb nép előtt, de a szerb nép szabadságszerető és a szabadság iránti vágy mindenféleképpen győzedelmeskedni fog, fogalmazott a tárcavezető. Vidovdán, azaz Szent Vid napja a szerb nemzet egyik legjelentősebb és legrégebbi ünnepe. Úgy is tartják, hogy ez a szem felnyitásának ünnepe. A népi hagyományok szerint, amit ezen a napon az ember meglát, abban sikere lesz. Vid napjával az 1389-es Rigó-mezei csatára is emlékeznek, az újabbkori szerb történelemben összekapcsolják minden olyan áldozattal, aki Koszovóért vagy a szülőföldjért adta életét a háborúban. Megkezdődött ma reggel az elnökválasztás első fordulója Lengyelországban. Felmérések szerint a 11 jelölt közül a hivatalban lévő államfő Andrzej Duda és a fő ellenzéki párt a Polgári Platform vezette polgári koalíció jelöltje, Rafał Trzaskowski varsói főpolgármester a két fő esélyes. A szavazóhelyiségek 7 órától 21 óráig tartanak nyitva, 27.230 helyen több mint 30,2 millió választásra jogosult szavazó polgár voksolhat. Ebből 374.000-en külföldön. Idén a voksolások koronavírus járvány miatt vegyes, hagyományos és levél formában is lehetséges. A nyári napfordulót a bánáti Muzsján Szent Iván napja, azaz június 24-e előestén hagyományosan tűzgyújtással szokták megünnepelni, idén azonban az eddigi esős idő miatt a sokadalomra tegnap este került sor. Sok meleg hónap van még hátra az idei évben, és ilyenkor nem szoktunk arra gondolni, hogy kezdenek lerövidülni a napok. Szent Iván napja azonban már az elmúlást, a tél kezdetét is előre jelzi. A tűzugrás szokásának az alapja a tűznek a tisztító, gonosz űző erejébe vetett hit.
elhárítja a veszélyeket, ilyen jégeső dögvész a faluból, de ugyanakkor jó termést is eredményez a tűzugrás. Az almát pedig szokták a bedobni, Péter Páli alma, ez a legkorábban érő alma a vidékünkön, azt bedobják a tűzbe is, aki abból az almából eszik, az szintén egész éven által egészséges lesz. Ilyenkor koszorút készítettek réti, sárga virágból. A ház falára helyezték, hogy megvédje azt és a házban élőket a tűzvésztől, a jégesőtől. Szombaton egy-egy Muzsiai utcában a házak előtt 2-3 tűz is volt. A fiatalok átugrották, felszedték az almát, és mentek a másodikhoz és a harmadikhoz. Nagyon sok gyerek volt, és akkor hát Szent Iván napján este tüzet csináltak, dobálták az almát, és azt mondták, hogy ugráljátok a tüzet, hogy egészségesek legyetek, meg az almát is, egyétek, hogy akkor nem lesztek betegek. Hát szerintem ez a hagyomány megmaradt már nagyon régen. A múzsiaiak, de más bánáti magyar lakta települések lakói, a tordaiak, magyar csernyeiek, a titeliek, nagybecskerekiek is már várták az eseményt. Az időjárás okozta halasztás, nem vette el a résztvevők jó kedvét. Az esti tűzgyújtás valójában a nappalnak a meghosszabbítását kellene, hogy jelentse. Hát mi most áttettük a mai napra, és mint látjuk, az idő is kedvez, megáldott bennünket az ég jó idővel, sokaság van, jól szórakoznak az emberek. A tűzugrás mellett körömpaprikás főzőverseny és kultúrműsor is volt. Közösségi programok, gyerekjátékok és finomságok is várták az érdeklődőket a vasárnap délelőtt megtartott családi napon Kishegyesen. A Kishegyesi Nagycsaládosok Egyesülete által szervezett program a családi értékrendet, a tartalmas kikapcsolódás, valamint a közösség összefogást helyezte előtérbe. Színes, tartalmas program várta a Kishegyesi családi nap résztvevőit. A gyerekek számára kézműves foglalkozással és különböző játékos feladattal készültek a szervezők. A 7 éves Homogyi Hédinek a kézműveskedés tetszett a legjobban. Kivágni a fülét, a szemét, a száját, meg masnit a nyakába. Meg csak egy kanálra alá kellett ragasztani. Homogyi Anasztázia 4 gyermek édesanyja. A topolyai családanya szerint a családi nap remek kikapcsolódást nyújt az egész családnak. Én szeretném megragadni az alkalmat, az összes lehetőséget, ami a környékünkben van, ahol a gyerekeim jól érzik magukat, játszanak, barátkoznak. Idén első alkalommal szerveztek családi napot Kishegyesen. A program a családi értékrendet, a tartalmas kikapcsolódást, a közösségi összefogást helyezte előtérbe. Mint minden családi napot igyekszünk gazdag programokkal kiegészíteni. Ez sem volt másképp mai nap is. Meghívtuk a kishegyesi cserkészeket, a nyugdíjas otthonból hívtunk, akik mindig is szoktak a programjainkon jelen lenni, a kézműves, Dália kézműves csoportot, és hát meg a mi nagycsaládosulaink, akik még aktívkodnak ilyen-olyan programokkal. Tehát van egy 4-5 állomás, ahol a gyerekeket gyerekekkel foglalkoznak. A családi nap célja leginkább az, hogy a gyerekek és a szülők együtt legyenek, mondta el Krizsán Vilmos, a Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetségének elnöke. A szórakozás mellett azért szoktak lenni előadások is, illetve beszélgetések olyan témákról, mint a gyermeknevelés, a párkapcsolat, a gyerekekkel való közös munka is, így tovább. A vasárnapi rendezvény a tartományi kisebbségi titkárság és a helyi önkormányzat támogatásával valósult meg. A Világot járt kis csacsi című mesét mutatták be szombaton a Topjai Művelődési Ház 9. bábtáborának záró ünnepségén. A táborban 29, 4 és 7 év között korú gyermek vett részt, akik 6 napon át játékos módon ismerkedhettek meg a bábozással, színészkedéssel. Gyermekkacajtól volt hangos szombaton délután a Topolyai Tájház udvara. A Világot járt kis csacsi című zenés, verses előadással mutatkoztak be a bábtábor résztvevői. De hát én nem tehetek róla, ijá, én nem tehetek róla.
A főszerepben Zsófi bújt. Bábja Füles, a csacsi, aki épp világgá készül, mert állatbarátai egyre csak gúnyolták, csúfolták. Nekem nagyon tetszik ez a szerep, és tetszik a mese is. És mennyit készültetek erre az előadásra? Jó sokat. A bábjátékban fontos szerep jutott Lénának is, aki a tábor minden egyes napját önfeledten élvezte. Nagyon tetszik, én vagyok a fiú Szamár, meg... Mit csinál ez a fiú Szamár a mesében? Hát összeházasodik a lány Szamárral, mert a lány elment világgá. A mese mondani valója igencsak tanulságos. Egymás elfogadásáról szól, arról, hogy minden ember egyedi, és úgy jó, ahogy van. Mellőzzük a kirekesztéseket, ne csúfolódjunk, és ne akarjuk megváltoztatni az embereket. Ezt szerették volna a szervezők is megtanítani a gyermekekkel a tábor folyamán. Emelte ki Fekete Edit, a foglalkozások vezetője. Megpróbálkoztak minden állat szerepébe belebújni, és hát mindenki a kis csacit szeretett volna lenni, de hát ugye szét kellett osztanunk a szerepeket, de én úgy gondolom, hogy gond nélkül elfogadták akár a kecskét, a libát, vagy a kacsát, tehát nem csak azokkal az állatokkal játszottunk, amik a mesében megjelentek, hanem több állatot a farmról összeszedtünk, és akkor így ezeket utánozva mindegyiknek a jó tulajdonságát előtérbe helyeztük, hogy megkapó legyen a gyerekek számára. A bábtáborba Vajdaság több településéről is érkeztek gyerekek. 25 év után találkoztak újra a 95-ben végzett Újvidéki Színművészeti Akadémia színészei. Az osztálytalálkozó Kavillón volt. 91-ben 10 fiatal iratkozott a színművészetére Újvidéken. Hatan fejeztek 1995-ben, és most a kavillói találkozóra 4-en jöttek el. Soltis Lajos osztályában kezdtek, és Hernyák Györgynél végeztek. Soltis Lajosnak azért azt, amit tanultunk tőle, 3 fontos útja volt. Az egyik, hogy mindig képezzük magunkat, másik, hogy próbáljuk magunk körül valamilyen olyan társaságot verbuválni, akikkel együtt lehet dolgozni. Harmadrészt pedig járjuk a világot. 95-ben Soltis Lajos halála után ez a 6 színész mentette meg a Tanya Színházat, azóta vezeti a társulatot Magyar Attila. 10 év után már találkoztak egyszer, abból előadás is született, azt mondják, az övék erős generáció volt, és az is maradt. Észrevettem valamit, hogy itt építkeztünk, és van 1, 2, 3, 4, 5, 6 pad a tábortűz körül, ez pedig az én osztályom. Derebély Tényi Editnek ugyan van egy kis magántársulata, gyerekeknek játszanak, de egy ideje a képzőművészet terén is tevékenykedik. Amikor festek, akkor csönd van a fejemben, és akkor így én úgy nevezem, hogy ez a pszichoterápiám, de élvezettel csinálom, szeretem csinálni, teljesen véletlenül tértem erre az útra. Káló Béla azt mondja, egész napokat együtt töltöttek az akadémián, színházban és a Tanya Színházban is. Azt mondja, sok mindent köszönhet a 4 évnek. Mit kaptam? Hát először is egy diplomát. Innen indult minden. Aztán egy csomó olyan hát barátságot, együtt töltött 4 évet, ami gyakorlatilag megalapozta és előkészítette a későbbi szakmai utat. Ők 4-en a 6-ból, tehát a Solt és Lajos vezette generáció. Legközelebb így, talán majd 10 év múlva találkoznak. A koronavírus járvány miatt törölt wimbledoni teniszbajnokság idején legendás mérkőzések tekinthetők meg a Grand Slam torna honlapján. A londoni viadal hétfőn rajtolna el, és meccsek hiánya a szervezők bejelentették, hogy virtuálisan próbálják megidézni az All England Lawn Tennis and Croquet Club egyedi hangulatát. Ennek érdekében a 2 hét alatt minden fordulóban emlékezetes összecsapásokat tűznek műsorra, korábbi tornák megfelelő szakaszából az internetes oldalon és a közösségi portálokon. A férfi és a női teniszezők versenysorozatait márciusban függesztették fel, a nemzetközi teniszélet augusztusban indul újra. A francia nyílt bajnokságot szeptemberre halasztották, a wimbledoni tornát törölték, a US Open pedig a tervek szerint augusztus 31-én kezdődik. Mi megfejezzünk a nap kiemelt hírei címszavakban még egyszer.
Sárga riasztás volt érvényben ma Szerbia szerte a magas hőmérséklet miatt, megteltek a strandok és a népszerű kirándulóhelyek. Az elmúlt napokban jelentősen megugrott a koronavírussal fertőzöttek száma Szerbiában. Tegnap óta 254 új koronavírusos beteget regisztráltak. Tűzgyújtással ünnepelték a nyári napfordulót a Bánati Muzsján. Családi napot tartottak ma délelőtt Kishegyesen. Figyelmüket megköszönöm. További hírek, információk a pannonrtv.com-on, ahol műsorainkat, bejátszásainkat is visszanézhetik. Holnap a Pannó reggelében egyebek mellett arról is szó lesz, hogy körfűrésszel vágták le egy nő ujjáról a rászorult gyűrűt. Szabadkai Magyar Rádió napindítójának Nyilas Mihály tartományi oktatási titkár lesz a vendége, aki egyebek mellett arról is beszél, hogy két részből áll majd a 2020-21-es tanév tavaszi szünete, és csak egy munkaszombat lesz. A televízióban most jön a Radnóti nyomában, a Pannon Televízió dokumentumfilm sorozata, 8 órai híradó után pedig a Tenkeskapitány a magyar történelmi kalandfilm sorozat, majd este 9 órától az Osztálytalálkozó című magyar dokumentumfilm. Tartsanak velünk továbbiakban is, viszontlátásra!